Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, 7 óra van, tudják, ha 7 óra van, akkor a heti tévének van meglepetés vendége, és mai meglepetés vendégem nem más, mint dr. Németh Sándor, a hídgyülekezet vezető lelkésze. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a... Majdnem azt mondtam, a Hit Rádió, vagy a Hit Televízió, de heti televíziónak a nézőit. Én meg percek óta azon gondolkodom, hogy amikor egyházfőkkel, vagy például rabbikkal szoktam beszélgetni, akkor így mindig elegánsan benyúlok a zsebembe, és kiveszem a kipámat, megigazítom, és így fölteszem a fejemre. Az első kérdés, hogy vajon akkor, amikor egy zsidó ember, egy hívő zsidó ember egy másik hívővel beszél, ráadásul egy olyan hívő emberrel, egy lelkipásztorral, akitől az Ószövetség nincs messze, sőt, az Új Szövetséget úgy hirdeti, hogy az Ószövetséget is kellőképpen használja és tanítja, akkor meg kell tisztelnem azzal, hogy fölveszem a kipámat? Nézzük, hogy mint rabbi. Köszönöm szépen, működik. Én messze menőkig tisztelel a kipának a hordozóit és magát a kipát is, de valóban számomra a Biblia egy összefüggő élő szervezet, tehát én nem vágom széjjel az Új és az Ószövetséget, tehát az egy összefüggő véleményem szerint. Ugye, amikor Mózes visszajött Istennek a dicsőségéből, annyira sugárzott az arca, hogy Izrael fiai lepedőt tettek az arcára, hogy ne lássák az elmulandónak a végét, mert ugye az nagyon rossz, amikor a dicsőség elmúlik, annak a végét látni. Az jó, amikor a dicsőség leszáll, de hogy az elhagyja az emberi természetet, meg az anyagi világot, ennek a látványát nagyon bölcsen álcázták, és ez egy jelkép is azzal, hogy jelen pillanatban az Ószövetség ideje alatt hogyan lehetett Isten jelenlétébe menni. Most az Új Szövetség, mivel hogy az Új Szövetségnél ugye a lényeg az, hogy a názáreti Jézus Krisztus egészen kóser zsidóig, ortodox zsidóig élt a megfeszítéséig, és a megfeszítés után gondolja a keresztény egyház, és hisz abban, hogy univerziálissá vált a megváltás, és bekapcsolta a különböző nemzetek fiait a Istennek a jelenlétébe. Természetesen ehhez személyes válaszadásra is szüksége van minden egyének. És ez lehetővé tette azt, hogy ahogy a Pál mondja, hogy fedetlen fővel álljunk az Isten jelenlétébe. Úgyhogy azt gondolom, hogy a lényeg a legfontosabb, a körülmetélt szív. Így van, tehát, hogy Ábrahám szövetségébe fölvetessünk, hisz a cirkumcízió erről beszél. De én már is kérdezem, hisz van bennünk valami közös vágy, mindketten a harmadik szentély felépülését, a messiás érkezését várjuk, természetesen mindketten külön-külön a magunk módján. Miért nem épül föl a harmadik szentély, és a messiás miért várat minket ennyire? Hát nagyon nagy kérdést tettél fel, nem könnyű erre válaszolni. Hát de kinek tenném föl, ha nem neked? Én is várom a messiást, én azt gondolom, hogy... És akkor ebből érthetően a híveid is várják. Igen. Én azt gondolom, hogy az Isten az időt nagyon bölcsen felosztotta. Én is abban hiszek, hogy a 6 plusz 1, ahogy a 7 nap fel van oszva, az valamiképpen az előképe. A 6 plusz 1, és most Németh Sándor vezető lelkész arra gondol, hogy az örökké való 6 nap alatt teremtette a földet és mindent, ami körülötte van, és utána jött a sabat, és megpihent. Tehát én ezt árnyéknak, vagyis az eljövendő dolgoknak a jelképének is veszem. Az, hogy az emberiségnek lesz egy 6000 éves küzdelemmel, fájdalommal, örömmel gazdag történelmi időszaka, és lesz egy sabat évezred, amikor is a nyugalomban, a sabbatban belép Izrael is, meg a nemzeteknek a maradéka. Ez akkor és már a kánaáni idők? Így van, de hát ennél nagyobb idő lesz ez a kánaánnál, mert a kánaán alapvetően nyilvánvalóan spirituális jólétet is ígért Izrael fiainak, de azért a hangsúly az anyagi jóléten volt, de a sabbat korszakban
az egyik nagyon fő jellemző, hogy a látható és a láthatatlan világ között nem lesz olyan éles határ. Tehát egybe szerkeszti Isten pont Jeruzsálemen keresztül a legfelső világot ezzel a világgal, és Jeruzsálem lesz tulajdonképpen a legfelső világnak a leszálló helye, és nem véletlen, hogy oda várjuk a Mesiásnak a tehát azt jövetelét. Tehát azt akarod mondani, hogy már megint egyetértünk abban, hogy Capital of the World, a világ fővárosa, az egyesített, felszabadított Jeruzsálem volt, van és ezt, lesz. Ez Isten kiválasztásának eredményeképpen van így. Ugye Ábrahámnak mutatta meg Isten, amikor Izsákot kérte, hogy áldozza fel a Móriának az egyik hegycsúcsán, és akkor ismerős a történet, hogy Isten szerzett Izsák helyett egy kost, amit feláldozott, és utána egy fontos kinyilatkoztatást tett Isten Ábrahámnak, hogy Jápeire, és ezen a hegyen lesz Istennek a gondoskodása az emberiség számára, nyilván Izrael számára, és ez pontosan Jeruzsálem városához tartozik, és Jeruzsálemnek, tehát ez az isteni szuverén döntése alapján való kiválasztás adja a természet fölötti jelentőséget, meg én is azt gondolom, amit az ortodoxok is hisznek, hogy a természetes Jeruzsálem fölött ott van a legfelsőbb Jeruzsálem, a mennyei Cion, a fenti és Jeruzsálem. A mennyei Cion és a földi Cionnak a harmóniája, egysége meg kell, hogy megvalósuljon a következő sábát évezredben. A 21. században élünk, itt vagyunk a Földön, nem csak testünk, hanem lelkünk, nesamá is bennünk, addig, ameddig föl nem kerül a lelkünk az örökké valóságba, a testünk az meg itt marad. Addig mindennapi problémákkal kell, hogy az emberiség megküzdjön. Te, mint a hídgyülekezet vezető lelkésze, hogy próbálod a mindennapi problémáktól mentesíteni a hívőket? Hogy tudod arra buzdítani őket, hogy vannak mindennapi problémák, de a hétnek van egy olyan része, és a napnak is kell, hogy legyen olyan része, amikor önmagukkal és az örökké valóval vannak, és akkor legalább abban a napszakban egy lelki egyensúlyt, egy boldogságot tudnak kapni. Először is a problémára szeretnék reagálni, tehát nagyon fontos, hogy megtanuljunk olyan bölcsen élni és bölcs életvezetésre szert tenni, hogy saját magunknak minél kevesebb problémát csináljunk. Mert szerintem azok a legfájdalmasabb dolgok. Keveset beszéljük, mert a legnagyobb ellenségünk a szemünk. És vannak ezen kívül az úgynevezett objektív problémák, amelyeket nem mi csinálunk, hanem egyszerűen benne van a létnek a megoldatlanságában, tehát itt az egzisztencialista filozófus mondta, a gondba, a létezés és a létezésnek a megvalósításában az állandóan tele van gondokkal, problémákkal. De nem mindegy, hogy én esztelenül élek-e, vagy pedig értelmesen élek. Ha értelmesen élek, akkor is gondokkal kell küzdenem, ezektől nem kell félni, különösen, hogyha Istennel valaki szövetségben áll, és hisz az Istennek a jelenlétébe. És önmagában. Nyilvánvalóan, akkor meg vagyok róla győződve, hogy a probléma megoldó képessége állandóan meg tudnak élénkülni, megelevenedni, és nagyon sok problémát megold az ember, és halad így előre. De ha az ember úgymond bölcstelenül él, akkor viszont olyan problémákat csinál, ami általában az emberi létezés vagy a földi pályafutás számára csapdát jelent. Úgyhogy ezt kívánom, hogy ehhez viszont, mivel hogy a létezés az egy vezetés után kiállt, és én többek között ezért is tartottam fiatal koromban fontosnak, hogy Istennel egy személyes, intim kapcsolatba kerüljek, mert éreztem azt, hogy a jövő az egy nagy homály előttem, és egy homályos világban egy tudatlanság. Ha tudatlanok vagyunk a jövővel kapcsolatosan, akkor hogy lehet okos, bölcs döntéseket hozni? Ezért fontos, hogy az ember életében legyen vezető, és ez a vezető az örökkévaló. Az örökkével való intim kapcsolataimról inkább nem beszélek. Itt van, velem van, bennem van, a butaságaimmal, az örömeimmel, a bánataimmal együtt. De
nem is azokkal az emberekkel van a probléma, akik bölcsnek születtek, hanem azokkal, akik kicsit elhárhoztak, kicsit alkoholisták lettek, kicsit nem figyelnek oda az egészségükre, nekik sokkal nagyobb segítségre van szükségük visszahozni őket az isteni, az emberi útra. Hogy történik ez a hídgyülekezeténél? Hát ez egy rendszeres feladat, főleg a hídgyülekezetnek főleg a létszáma növekedése azért nagyrészt a társadalmi elesettekből tevődik össze, mert mi ezeket az embereket nagyon fontosnak tartjuk, hogy úgymond megmentsük, tehát visszatereljük őket egyrészt a társadalomnak a fő áramába, újra visszanyerjék a munka és teljesítő képességüket, és a kóros szenvedélyektől megszabaduljanak. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valakinek erős a hite Istenben, és meggyőződik arról, hogy Isten őt szereti, elképesztő nagy változások vannak az emberek lelkében. Én úgy gondolom, hogy az egyik nagy probléma, ami miatt az emberek kóros függőségbe kerülnek, hogy nem tapasztalják meg az elfogadást az életükbe, tehát egy elutasítottságot élnek át, egy igazi, tartalmas, minőségi kapcsolatban soha nem kerültek, gyakran ugye a családokban is olyan állapotok uralkodnak, hogy megkapják az emberek gyakran, ami a testüknek szüksége van, de viszont lelkileg és szellemileg a magyar családok nem olyan szinten vannak, hogy meg tudják adni a fiataloknak, a gyerekeknek azt, hogy egy egészséges felnőttként lelkileg, szellemileg egészséges felnőtté váljanak, és ezért nagyon sok sérülést hordoznak, azt látom az emberek, és úgy látom, hogy nyilván az Istennel való találkozás is nagyon sok problémát szinte automatikusan megold, mert Istennek a jóságát, irgalmát, szeretetét, ha megtapasztalják az emberek, az egy nagy belső gyógyulást tud okozni. És nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy jó minőségi emberi kapcsolatba is bekerüljenek az emberekbe, úgymond közösségekbe. És ma ugye egy óriási nagy probléma, hogy szervezetek vannak, egyházak vannak, de egy más dolog a közösség. Ugye sajnos ugye régen is izraeli közösség volt, így indult el a korai egyház is, hogy közösség volt, és ezt nevezték Eklézsiának, illetve Kahánnak, de ma már tudjuk, hogy a kettő a történelem során ketté vált, és az emberek a felekezetekhez tartoznak, de mégis magányosak. De ugyanezt látni a társadalomban is, és próbálnak az emberek megkapaszkodni az életbe, és hát... Próbálok ellent mondani. Tessék! Hisz az a zsidó ember, aki minyenbe jár imádkozni együtt a Kahállal, és együtt dicséri az örökkévaló nevét, és betartja az örökkévaló utasításait, before everything, tehát mindenek előtt betartja a 10 parancsolatot, akkor már jókedvű. De itt feltételezed azt, hogy eleve az ilyen ember közösségben él. Igen, ezért meg is teszünk mindent, hogy mind ahogy te megteszel mindent, hogy eljussanak hozzád, nem csak a vidám vasárnapra, hanem a problémáikkal. Hát a vidám vasárnap ugye pontos, az egy nem közösség, az egy adás, de viszont pontosan az a célja, hogy az hogy oda vonza az embereket. Na most annál gyönyörűbb nincs, mint közösségbe imádkozni, és ha az ember megtanulja azt, hogy egy ünnepre föl kell öltözni, az ünnepet fogadni kell. A zsidóság az tulajdonképpen egy forgatókönyv, ami meg van írva, mikor milyen áldást kell mondani, és mindenre van áldás. Áldás reggel arra, hogy kinyithattam a szemem, és üdvözlöm az örökkévalót, hisz kegyelméből itt vagyok. Amikor iszom egy pohár vizet, amikor megmosom a kezemet, amikor elmegyek a vécére, és elvégzem a dolgom, arra is megvan az áldás, hisz egyedül meg tudtam ezt tenni. Tehát mindenben a pozitívat keresve, így eljutunk oda, hogy jól érezzük magunkat a zsinagógába. Mindig szoktam mondani, hogy ellentétben más vallásokkal a zsinagógába úgy tűnik, mintha fejetlenség lenne, hisz a gyerekek rohangálnak, az élet ott rohangálnak, az emberek mosolyognak. Egy-egy ortodox zsinagógában ki van írva, hogy ne a pattársal beszélgess, hanem az örökkévalóval, de két ima között jó odaszólni és mondani valamit, együtt lenni, együtt építeni. Mégis a messiás majd csak akkor fog jönni az én hitem szerint, amikor az egész világ legalább két szombaton megtartja, amit meg kell tartani, és úgy tűnik, hisz a messiás idáig még csak nem is telefonált, nem hogy nem jön, még csak nem is telefonált. Azért ad életjelet magát. Igen,
A 19. század tele volt buktatókkal, és a 20. század is. Most a 21. században megint kihívások előtt állunk. Vannak egyházak, amiket betiltanak, vannak álproféták, álmessiások, vannak, akik megtévesztik az embereket. Vannak olyan pártok, akik demokratikus úton bejutnak a magyar parlamentbe, és nem demokratikus módon nyilatkoznak az emberiségről, az emberekről. Most éppen cukiság kampányt szerveznek. Ilyenkor nekem mindig eszembe jut, amikor a farkas a báránybőrbe van jutatva. Te hiszel abba, hogyha valaki nagyon hit valamiben, nagyon rasszista volt, nagyon embergyűlölő volt, akkor egy switch-el így, mert érdekei úgy kívánják, meg tud térni, jó emberét tud válni? Kizár dolog. Kizár dolog. Hát mondom, én 40 éve foglalkozok az embereknek a megváltoztatásával. Persze nem én változtatom meg őket, hanem igyekszem úgy tolmácsolni a Istennek az igéjét, hogy abból olyan erő jöjjön, aminek eredményeképpen az emberek erőt nyernek arra, hogy megváltozzanak. A legnehezebb az embernek megváltoznia. Formális dolgokat van persze, hogy tud változtatni, de úgy belül a lelke mélyén különösen nézett rendszereket feladni, ahhoz több éves belső, szellemi, lelki folyamatnak kell megtörténni az emberben, van egy másik. Hogy ki külső erő hirtelen nagy dinamizmussal megérinti az embernek a lelkét, a szellemét, mint például Mózest a pásztorságában, amikor ott volt a Sínain, és 40 évig ugye ott unatkozott a juhokkal, és egyszer csak látott egy tüzes csipkebokrot, és akkor azt mondja, hogy na, megnézem, hogy mi hogy létezik, hogy de ég, de nem. De hát őneki volt egy olyan élménye, ami ki emelte. Na de Sándor, ameddig a Jobbiknak megjelenik a csipkebokor, addigra én már hetet-hét országon is túl leszek. Elnézést, hogy ilyen politikai ocsmánságot kérdezek tőled, de engem semmi nem bosszant jobban, mint az emberiség becsapása. Ez nem az emberek becsapása? 6000 éve megy ez. Tehát pontosan a nevelésnek, a pedagógiának, tanulásnak az egyik célja az, tehát a gonosz mindig hogy van, olyan ellenőrzött információkat kapjunk a valóságról, a társadalomról, önmagunkról is, hogy a megcsaláltatásra minimális legyen az affinitásunk. Vajon az egyház feladata neked, mint vezető lelkipásztornak, vagy az én rabbiaimnak a feladatuk kinyitni a szemünket és mondani, hogy óvakodj a hamistól? Hát eredetileg a profétáknak a feladatköre volt, de természetesen a papoknak a feladatköre is volt. A tudománynak az volt a célja, hogy egyrészt nyilván építés is, de úgy megvolt a védelem is. Most, amiről beszélünk, tehát arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk megvédelmezni az embereket a megcsaláltatástól, hogy vásárt üzzenek belőlük, és hülyét csináljanak belőlük, elnézés, hogy ilyen utcai módon fejezem ki magamat. De ez látható, hogy világméretekben a politika is, és jól mondott, a vallási csalások is a reneszánszukat élik, és ma nagyon fontos, hogy ellenőrzött információkat hoz juttassunk az embereket, tehát nagyon fontos a tisztességes tévécsatornáknak a működtetése, és nyilvánvalóan nagyon fontos a történelemnek az ismerete, és ezen belül a Bibliának az ismerete, mert hát azért a Bibliában annyira összegezve vannak az emberiségnek az eddigi élettapasztalatai, életről, halálról, szenvedésről, boldogságról, Istennel, egymással való kapcsolatáról, és egy középpontban nyilván Izrael áll, hogy ezt nagyon fontos, hogy az emberek megismerjék, ezt közvetítsük, mert véleményem szerint segít az embereknek abban, hogy meg tudják magukat védelmezni a szélhámosokkal szemben. Ezt én értem, de te egy olyan közösséget vezetsz, ahol vannak cigányok, zsidók, bűnözők, akik megtértek, emberek, akik keresik önmagukat, emberek, akik a történelmi időkben borzalmakon mentek át, most együtt várják veled a messiást. Ezeknek az embereknek, ha megkérdeznek téged, és nem politikai coming outot várok tőled,
hanem egy én mondjuk a te hívőd lennék, ami nem mert mi inkább barátok vagyunk, és mély tisztelettel tartozom az iránt, amit mondasz. Hiszünk, de egy Istenbe hiszünk, az örökkévalóba hiszünk. És nagyon, ezen kívül még nagyon sok értéket is valunk. És ha én fölhívlak téged telefonon, és azt mondom neked, hogy Sándor, bajba vagyok, megkevert ez a mindennapi kavarodás, hát reggeltől estig politikával, az emberek lelkével, és Isten tudja, mi mindennel foglalkozom, és most már abszolút nem értem, hogy ez a párt mit akar. Akkor meg fogod mondani nekem azt őszintén, hogy Péter, 10 kilométeres távolságra tarts magad őket, magadat távol, mert nem biztos, hogy ebből jön ki. Aki tegnap még új antiszemita volt, gyűlölte az örökké való egyetlen demokratikus országát a Közel-Keleten, az újkori antiszemitizmus, hisz gyűlölték, elmondták a parlamentbe, akik az őseink emlékét megköpködték, az új európai lobogót elégették, káromolták Istent, a kisebbséget, és akit akarsz, mindenkit. Akkor mit mondasz nekem, hogy... Azt mondom, hogy valóban vigyázz a bizalommal. A bizalmat mindig úgy kell adni az embereknek, hogy meg kell nézni, hogy erre adott-e alapot a bizalom. Az egy más esiknak a magatartására, kiszámíthatóságára való ráhelyezkedés, hogy a súlyomat valamiféleképpen, a létezésemnek a súlyomat ráhelyezem, ez a bizalom. Én nem bízok olyan emberekben, akik csak szavakkal próbálnak zsonglőrködni, hanem a cselekedeteket nézem, és a cselekedeteknek megvan egy belső logikája, és ezt nyilvánvalóan több évet veszek figyelembe ilyen esetben, és ennek alapján határozom meg, hogy kibe bízok meg, kibe nem. A szeretet a bizalomnak egy nyilván megnyilvánulása. Van egy általános szeretet, hogy az emberi méltóságot tiszteli, az ember még akkor is, ha valakivel nem ért egyet. De egy meg is más dolog, hogy megbízok-e vele vagy nem. Én nyilvánvalóan azt gondolom, amire utalsz, hogy 3-4 év alatt, különösen antiszemitizmusból, mert láttam embereket antiszemitizmusból kijönni. A gyűlöletnek az egyik leggonoszabb és legvisszataszítóbb formája. Annyira megmérgezi az embereknek a lelkét és szellemét, hogy hosszú-hosszú idő kell, hogy ezekből az emberek kijöjjenek. Tehát és aki természetesen... még egy évvel ezelőtt az volt, az most nem lesz bárány. Nem lesz. Ha csak mondom, valami olyan természet fölötti megtapasztalása nem lesz, ami a nézetrendszerét romokba dönt. Nem tűnik így. Meg életérzését. Drága perceinkkel menjünk tovább. Mi itt élünk az ős Európában, és csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Az Európai Uniónak vannak mindenféle biztosai. Van egy Mogherini asszony, az külügyi biztos, akit én embert nem szoktam állatokhoz hasonlítani, de szerintem ő egy struc módjára él, a fejét beleszi a homokba, és minden rossz, ami a zsidó állam körül van, és reggeltől estig, estétől reggelig csak azt a szerencsétlen zsidó államot tudja elítélni. Ez a bevezető, hisz a zsidó állam az egyetlen, aki keresztény, arab, muzulmán, mindenféle hitű embereket, sebesülteket beenged a határán és meggyógyít. A környező országokban ugye valamikor felosztották Magyarországot, amit azóta is siratunk. Most éppen Szíriát osztották föl, de valahogy úgy, hogy még nehezebb a zsidó államnak a mindennapjai, hisz egyszerűen be lehet lövöldözni. Az oroszok Teheránnal nagyon jó szerződést kötöttek, az amerikaiak kicsit távoztak a térségtől, mintha feladták volna. Újabb polgárháborúk várhatók, úgy Szíriába, mint Libanonban. Nehéz helyzetben kerül Izrael népe. De nem csak a zsidó nép, hanem a környék keresztény lakói is. Azok, akik nem akarnak ide eljönni migránskodni, akik ősi keresztények, és ott szeretnék várni. Most főleg ugye Libanonba élnek. Vagy oda menekültek. Menekültek, vagy ott a környéken. Mit lehetne tenni? Izrael miniszterelnöke és kormánya, és tulajdonképpen minden cionista izraeli politikus azt mondja, hogy a problémát a helyszínen kell megoldani. Hát
ugye hát látjuk, hogy mi lett a beavatkozásnak az eredménye. Én nem látom most a helyzetet olyannak, hogy ebből belátható időn belül egy olyan kibontakozás lehet belőle, amely tudná biztosítani az ott élőknek a biztonságát. Most én is látom, hogy Szíriát is földarabolják, különböző biztonsági zónákra a törökök, oroszok és az irániak. Ugyanakkor ugye tudod te is, hogy az Irán és a Szaúd-Arábia között van egy nagyon éles frontvonal, ami szintén ebből a konfliktusból, ami ugye zajlik Jemennen keresztül, Irak érinti Szíriát is, Libanont is, hát nem véletlenül, hogy lemondott a libanoni elnök. Ez mind azt mutatja, hogy nagyon nehéz helyzet van, nem tudom. Én megmondom őszintén, jelen pillanatban talán azt gondolnám, hogy régiókban kellene gondolkodni ott, és biztosítani egy bizonyos régiókban egy nagy biztonságot, és nagyhatalmaknak kellene megegyezni. És hol van ez a Mogherini asszony? Hol van az Európai Unió, akinek de fontos tényező, akinek... A franciák ugye Libanon támogatják, de egyszerűen az Unió, én nem látom, de hogy komoly szerepet játszanának. De ugyanakkor elítéli azokat az izraelit. Izraelt szeretik harabdálni, megcsipkedni. De ennyiből áll az Uniónak a szerepvállalása. Meg be akarnak ugye utazni néha, és ott destabilizálni akarják még jobban a palesztin és az izraeli kapcsolatot. Ugye múlt két hete, hogy szintén egy 20 fős ilyen tisztségviselőkből álló küldöttség akart oda menni, az a többszörös gyilkost meglátogassák a börtönbe. Nagyon örülök, hogy ezt elmondod, hisz ők azt hiszik, hogy ők felforgatni, ahogy az arab tavasz esetében Amerika beleszólt, és szabadságexportot akart küldeni Kaddafinak, ott az emberek nagyon jól megvoltak, nézzük meg, mi lett a vége. Igen. És sorolhatnám. Én azt mondom, európaiak nem értik, hogy mi zajlik közel-keleten. Na de Európa nagy volt akkor, amikor a térséget gyarmatosítani kellett. Akkor, ha jók voltak ezek az országok gyarmatnak, ma miért nem nyúlnak a zsebükbe, és miért nem küldenek segítséget, és próbálják ott megoldani a problémát? De tudod nagyon jól, Európa ezer sebből vérzik, ugye Európa legerősebb állam a Németország, most látod, hogy milyen kinkeservesen tud kormányt alakítani, illetve még nem tudott. Szeretnéd te, hogy egy olyan párt alakítson kormányt, aki a II. Világháborúból óta először került be a Bundestagba 70-ig szavazattal, akik szélsőségesek? Nézd, hát ez olyan választási eredmény lett, ami hát ezt a helyzetet produkálta, csak ezt erre azért utaltam, hogy az EU ott a közel-keleten hát nem komoly tényező. Se Szaúd-Arábia, se Izrael. Hát Izrael igyekszik mindenkivel jó kapcsolatban lenni, akivel lehet. Feledkép, neked is közben jártál érte, és gyönyörű ez az eredmény, hogy a V4-ek végre fölismerték Magyarország vezetésével. Ez egy nagyon pozitív. Hogy a zsidó állammal való közvetlen pozitív kapcsolatok csak segíthetnek mindannyiunknak. Igen. És akár a világ békének. Ugyanez nagyon de ezt nagy. De tudod, hogy ez akkor tud megmaradni, hogyha a Brüsszel a külpolitikával kapcsolatosan ad ezeknek az országoknak egy bizonyos mozgásteret. Hát igen, Mogherini azt, ezért nagyon fontos, hogy tessék. Ezért kéne Mogherini asszonytól megszabadulni. Ezért nagyon fontos, hogy ez a mozgástérhez ragaszkodjanak, mert Izrael nagyon fontos partner a kelet-közép-európai országoknak, nyugatinak is az lehet, csak én azt gondolom, hogy ott annyira előre haladtak bizonyos folyamatok a társadalomban, hogy véleményem szerint még az ott élő zsidóság számára is a jövő bizonytalan. Ugorjunk vissza az Ószövetséghez. Az Ószövetségben írva vagyon, hogy legalább évente háromszor fel kell menni Jeruzsálembe, el kell zarándokolni. Sajnos ezt nem minden zsidó ember teszi meg, de te ezt megteszed, és legalább évente háromszor elzarándokolsz, és ha lehet, akkor nem egyedül, hanem most csak komoly, kétszer voltam komoly csapatokkal. Tessék felírni, hogy akkor minuszba vagy, és betartani az örökkivaló utasítását. Milyen megtisztulás, milyen nyugodtságot, milyen egészséget hoz neked egy ilyen zarándokút?
Mit tesz veled az örökké való, amikor bevezett téged az ő országába? Mindig közelebb érzem magamat a Istenhez, meg nyilván megújul mindig a szeretetem és az elkötelezettségem. Izraellel kapcsolatosan is csodálom, hogy évről évre milyen eredményeket, új eredményeket látom, hogy a régi romos városok épülnek fel, állítják helyre a pusztaságot, ahol eddig évszázadokon keresztül nem volt termőterület, virágzó ültetvények vannak, állandó innovációval találkozok. Tehát minden szempontból, spirituális szempontból, intellektuális szempontból, érzelmi szempontból, kulturális szempontból, minden szempontból számomra minden látogatás nagyon inspiratív és ösztönző. És nagyon sok inspirációt nyerek ott. Például, amire utaltál, a közösségteremtésre, mert igazából a közösségteremtéssel kapcsolatosan a nemzetek között Izraelnek van a legnagyobb tradíciója. De engem még visszautalok erre, hogy amikor a 70-es évek elején a Polnár Sándor elhívott a Sejber Sándor pénteki Istentiszteletére, akkor döbbentem meg, hogy létezik. Én a katolikus templomban sokkal magányosabb voltam mindig, mint ott. Csak a Sanyit ismertem, a Polnáját, többieket akkor nem, a Lövijéket csak utána ismertem meg. És hogy létezik az, hogy ott úgy éreztem, hogy egy közösségbe vagyok, és ezt soha nem éreztem a templomban. Polnár főrabbi úr azt hiszem éppen Hessenben szolgálja az örökkévalót, Németországban rabbiskodik, és egy kiváló rabbi, és ugyanakkor egy nagy zenetudós is, és az ősi dallamokat kutatja, és bízom benne, hogy egyszer még hatalmas tudományos munkát is te fog tenni az asztalra. De kérdezlek én, hogy egy-egy ilyen utazás után, amikor még egészségesebben, lelkiekben, még gazdaban visszatérsz. És még egyet, elnézést, hogy a szabadba vágok. Még egy egyedi, ami sehol a világon nincsen, a beszélgetések izraeliekkel. Éjszakában nyúló beszélgetés, világról, életről, mindenről. Ilyen nincs sehol. Hát persze, ehhez két ember kell. Én emlékszem a mi első beszélgetésünkre, amikor megkérdeztem, hogy na de mi ebbe a biznisz? És te türelmesen nem egy fülest adtál, és mondtad, hogy na, újságíró gyerek, húzzál el innét, hanem elmagyaráztad, hogy ez egy milyen örökkévalónak való szolgálat, és a végén elkezdtük meg is érteni egymást, és akkor én egy izraeli voltam a példa kedvéért. Emlékszem rád. Azt mondd meg nekem, hogy szinte már minden létező kitüntetést, amit Izraelben megkaphat egy külföldi lelkész, azt te már megkaptál. Úgy az egyháztól, mint a parlamenttől szinte nincsenek egyházi vezetők, akik nem ismerik a nevedet, nem ismerik a küldetésedet. Mi az, amivel téged még a zsidó állam el tud kápráztatni? Vagy ez egy örök szerelem, ami egész a messiás érkezéséig? Ahogy mondtam neked, hogy mindig én nem a dicsőségért, vagy ilyen kitüntetéseket, nehogy félreértésre. Persze, hát az a képmutatás lenne részemről is, meg azt gondolom mindenki szereti, hogyha úgy tiszteletet kap. Én ezt kapok Izraelben minden esetben. Sőt, sokszor gondolkodok magam, hogy miért, hiszen hát semmit nem csinálok. Talán azért, mert dolgozol azon, hogy a harmadik szentély megépüljön? Hát nézd, ennek azt gondolom, hogy a harmadik templomnak a felépítésének, az előkészítéséhez valóban a spirituális munkára nagyon nagy szükség van, hogy az emberek kapjanak egy látást, hogy miért fontos, hogy az a kiválasztott hely, ahol valamikor állt a Salamon temploma, illetve a Salamon templomának a pusztulása után is fölépítettek egy szentét, sajnálatos módon ez hiányzik, és hát tulajdonképpen fontos, hogy minél több ember keresztény megértse, hogy ez Izrael számára is kardinális kérdés a jövőben, de a kereszténység számára, és különösen a nemzetek számára, addig nem lesz a nemzeteknek fölemelkedés, amíg a Sekina Jeruzsálembe nem jön vissza.
Amikor egy zsidó gyerek megszületik, először még egy test, aztán amikor megszületik, amikor fölveszik Ábrahám szövetségében 8 napos korába, és még előtte, akkor megkapja a nesómát, a lelkét, a zsidó lelkét, és attól a perctől kezdve ő egy zsidó lélek. Mi történik azokkal az emberekkel, akiket te, milyen utcanyelven mondom, összeszedsz, fölemelsz a sárból, segítesz nekik, leszoktatod őket az alkoholról, emberi körülményeket próbálsz nekik biztosítani. Mikor jön ezzel a pillanat, amikor a nesamájuk, a lelkükkel elkezdesz foglalkozni, és már nem lesznek antiszemiták, már teljesen emberszabásúak lesznek, és elhiszik azt, hogy a zsidók sem ellenségek? Hát ugye ez azonosulás által történik, tehát ezért is fontos Ábrahámot, meg az atyákat is képviselni, mert Ábrahámnak ugye volt természetes két fia, és ugye az új szövetség is hangsúlyt tesz arra, hogy Ábrahámnak vannak spirituális fiai is, akik az Ábrahámnak a hitét követik a körülmetélésig, mert Ábrahámmal Isten két szövetséget kötött. Először kötötte meg a hit szövetségét, utána a körülmetélés szövetségét. Mert ő is goly volt. Mezopotámiából jött ki, bálványimádásból, és nagyon sok olyan dolog körülvette őt, ami nem volt most utólag, ugye Isten adott törvény, tehát törvény alapján kóser. De hit által igazult meg, tehát hogy egy goly háttérből jövő ember hogyan lesz, úgymond, ebből a áldásból, ahogy a Pál mondja, hogy a olajfának a zsírjából hogy fog részesedni, az arra azt mondom, hogy hit által. Tehát, hogy a hit pedig a szívbéli, elsősorban nem racionális, nyilván az értelemben is ez fog jelentkezni, de a szív, mivel az embernek személyiségének a középpontja, amikor átadja az ember és Istennek magát, és találkozik vele, Izrael Istenéről beszélünk, tehát nem egy tulajdonság nélkül homályos valakiről, akkor az a tapasztalatom, hogy az embereknek a szellemében olyan változás jön létre, hogy egyszerűen nem csak az Izrael Istenét szeretik, hanem ennek a következményét, Istennek a népét is. Tehát Izrael iránt is megváltozik a magatartásuk, és nyilvánvalóan az Ábrahám hitéből valók fele is kinyílik a lelkük, és szolidaritást, úgymond testvériséget vállalnak. És ezt látom, hogy világméretekben ez zajlik, hogy Izraelnek beteljesedik az, amit Izajás proféta mondott, amikor a meddő asszony fölkiáltott, hogy ezek meg honnét jöttek az én fiam, holott én nem szültem. Tehát Izraelnek nagyon sok szellemi fia van. Hát ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus nem kitért, hidd el. Én tudom, hogy nem tért ki. Meg egyik apostol se tér ki a zsidóságából, hanem az a baj, hogy nagyon most sok, ebbe, ez egy az hosszú az a téma. Baj, hogy, az a baj, hogy nagyon sok keresztény ember, főleg azok, akik nem a híd gyülekezetébe járnak, el se tudják képzelni, hogy az örökkévaló, vagy akár Jézus Krisztus, az apostolok, ezek rendes gyakorló kóser zsidó emberek voltak. Így van, és ma is sokan vannak, akik ugyanolyan zsidók, de azt mondják, hogy hát a különbség csak az, hogy a mesiás járt-e már itt, vagy nem járt, és én várom, hogy jöjjön. De és sok zsidó ismerek, akik azt mondja, hogy járt, és úgy hittek Jósuá. Igen, sok ilyen zsidó van, aki így hiszi. Én utólagos engedelmeddel várom, hogy megjöjjön a mesiás. Heteken belül ránk köszönt Hanuka ünnepe, a fény ünnepe, amikor is az egy korsó olaj 8 napig volt elegendő. Hogy készülsz te a Hanukára, majd ezt követi karácsony ünnepe, hogy készülsz te karácsonyra, hisz nagyon sokan csak, erre még van pontosan 6 percünk és 6 másodpercünk, nagyon sokan azt hiszik, hogy ezek az ünnepek csak azért vannak, hogy a fogyasztói társadalom nőjön, hogy mindenféle kütyüket-mütyüket megvásároljunk. Nagyon kevés már, amikor egy rajzzal, egy jó beszélgetéssel, egy jó együttléttel, egy együtt imádkozással, egy együtt énekléssel ünnepeljük egymást. Egy dologra szeretném felírni erre a figyelmet. Szóval azt tudni kell, hogy eredetileg
a zsidóságnak, a makkabeusi háborúnak a győzelmét ünnepelték, és a templom szentelés volt ennek a csúcsponta, amikor újra a szentek szentjét felavatták és megtisztították abból az utálatos dolgokból, amik Antiochus Epiphanes csinált ott. Tehát csak azért jelzem ezt, mert a római korban, hogy eltakarják, én így látom, a római vezetés előtt a szabadságharcot, ugye, mert akkor is aktuális volt a szabadságharc, ezért a fényre tették a hangsúlyt. De valójában ez egy szabadságharcnak a győzelmét jelenti. És számomra elsősorban ez jelenti, hogy hiszem azt, hogy Izraelnek az a menetelése, ami elkezdett, vagy most ugye pontosan a 120. évfordulója van az első cionista mozgalom, kongresszusnak. És az Izrael állama elindult egy menetelés, szinte Herz profétai látás alapján, egy menetelés felé, hogy ahol most vagyunk, az egy állomás. De el fog jutni Izrael olyan célba, amikor nem fogják ráerőltetni azokat a kulturális dolgokat, ami idegen a zsidó identitástól, és a zsidók szabadon élhetnek, senki nem fogja megfosztani őket, és nem is fogják tudni megfosztani őket a zsidó örökségüktől, múltjuktól, mert ugye hát a Antiochus Epiphanesszel való konfliktus erről szól, hogy erőszakosan asszimilálni akarták a zsidóságot, és megfosztották őket az Izrael istenének a jelenlététől, és minden ezzel kapcsolatos törvénytől, körülmetélés törvény, stb. Ma is látunk ilyent. Palesztinok részéről is megvan, a palesztin illetve helyettesítési teológia is erről szól. Sok kísérlet van, hogy a zsidóságot újra megfosszák az örökségüktől, ugye tagadják a salamoni templom létezését, Izraelnek a jogát Jeruzsálemhez lát az UNESCO. Ezek mind kudarcra és vereségre lesznek ítélve a történelem által, a jövő által. Izrael be fogja tölteni, mert ez nem csak egy ünnep, hanem egy olyan előrejelzés a jövőre vonatkozóan, amely az Izrael szónak a jelentés tartalmának a megvalósulásra utal, hogy végül is Izrael ugyan nagy küzdelmek árán nagy árat fizetett a világtörténelemben eddig is, lehet, hogy jövőben is sajnos, de mégis a finish az győzelem lesz, és állni fog a templom, ott lesz Isten dicsősége, és az Úrnak a dicsősége körül veszi Jeruzsálemet, és Izrael fiai soha nem szegik meg az örökkévalóval való szövetségüket. Úgy legyen, amen. Észak-Galileában vagyunk, túl vagyunk az angyali üdvözleten, útba vagyunk Betlehem felé. És Betlehemben, egy pajtában megszületik egy zsidó gyermek. Igen. Az is. Bár az én álláspontom szerint az őszi ünnepekre esett, az nem téli ünnepe. Tehát Betlehemben te sokat jártál, illetve a hosszú időt töltöttél Izraelben, azért decemberben kilenni a betlehemi közelben lévő hát dombokon azért. Az megerőltető dolog, de ugye népszámlálásra a szülők... Meg még egy dolgot tudsz nagyon, hogy télen kiszámíthatatlan az időjárás, és vannak olyan területek Izraelben, hogyha lezúdul az eső, ott közlekedni nem lehet. Az esős. Tehát a rómaiak azért ebben tisztában voltak, tehát ezért mondom, az összeírásnak az időpontja véleményem szerint nem decemberre esett. De akkor már is különböző más keresztény egyházaktól. Egy biztos a hitelek. De szokásként, tradícióként elfogadom, de nem történelmi hitelessége kétséges számomra. A hídgyülekezetében is emlékeznek karácsonyra, emlékeztek a szocializmusba, emlékeznek napjainkban is. Hogy határozod meg ez a szeretet ünnepe, vagy a születés ünnepe? Számomra is erre ösztönzöm a hívőket is, hogy családi ünnep legyen. Szenteljenek időt, energiát, pénzt is, hogy a családi közösség erősödjön, mert a társadalomnak is, a közösségnek is az alapegysége a család, és ma rengeteg olyan erő van, és jelenség van a társadalomban, amely úgy a családot nem építi, hanem rombolja, és nagyon fontos, hogy több napot a szeretteinkkel töltsük el, szeretetben, békességben.
Kedves nézőim, az elmúlt 45 percben Németh Sándor, a hídgyülekezet vezető lelkésze volt stúdiónk vendége. Őt látták, őt hallották. Zsidóknak és nem zsidóknak, hívőknek és nem hívőknek ajánlom ennek a műsornak az újra nézését, hisz kaptunk egy tanítást is. Tanítást is abban, hogy a borjúbőrbe bújtatott farkasok esetleg ránk leselkednek, meg arról is, hogy ne szégyeljenek hívő emberek lenni. Menjenek el a zsinagógába, menjenek el a templomba. Amen. Fogadják a hídgyülekezetébe is. Sabeszkor ugye gyújtsák meg lányok, asszonyok a gyertyákat. Kézenfogva menjenek el a zsinagógába, és mindahogy péntek délutánként szoktuk tanítani önöknek. Mondják el a megfelelő áldásokat, és érezzék jól magukat után. Utána üljenek le a terített asztalhoz, de ne felejtsék, áldást kell mondani, áldást az italra, áldást a kenyérre, a lehemre, együtt legyen a család. Higgyék el, egy televíziónak nagyon fontos, hogy nagyon nagy legyen a nézettsége. Emlékeznek rá, mi péntek este már ismételünk, hogy semmiről ne maradjanak le, és péntek estétől, amikor bejön a szombat, Mocei Sabbatig, amikor is Labdilben Kódes Lehol, amikor a hétköznapok és az ünnepek között különbséget teszünk, akkor újra be lehet kapcsolni a televíziót és velünk lenni. Ne felejtsék, 5778 esztendős múltunk biztosíték arra, hogy mi tényleg, akár az időjárástól is függetlenek legyünk, akár kérdéseinkben, akár híradónkban. Látják, ennél az asztalnál nem csak rabbikkal beszélgetünk, hanem a hídgyülekezet vezető lelkészével is, és ha odafigyeltek, akkor rájöttek, hogy úgy is lehet beszélgetni, hogy abból a szeretet, a tanítás és az örökké való dicsérete áradjon. Köszönöm, hogy minket választottak, nézzék tovább adásainkat a viszontlátásra. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.